Cézárt itt találtam meg, végül is itt feküdt a kerítés tövében. Ahogy hajnalba kijöttem, szintén itt volt a kutyus. Azt a helyet mutatja Rigó László, ahol megtalálta Cézárt, a német juhász kutyát. Az állat csak nem 70 kilométert tett meg. A 4 éves Eb egy hónapja tűnt el egy sárbogárdi családi háztól. Szekszárdon és Őcsényben is többen felfigyeltek a négylábúra. Végül a halőr merte megközelíteni a Sió csatornánál. Rigó László azt mondja, az esti órákban a szokásos ellenőrzési útvonalát járta be, amikor észrevette az állatot. Nem tudta, hogy mennyire barátságos, így csak kerítésen keresztül kezdett ismerkedni a jószággal. Akkor átmentem, bementem a kis szokásos útvonalamat, amint halőrként beszoktam járni, azt végigjártam, hát a kutya az végigjött velem, a kutyus hűségesen követett végén, útközben megálltunk többször, megsimogattam, beszélgettem hozzá, úgy látszott rajta, hogy egy értelmes jószágról van szó, egy barátságos értelmes jószágról van szó. A halőr felvette a kapcsolatot egy állatmenhelyjel, ahová el is vitte a kutyát. Ott kiderült, hogy az állatot még időben fogták be, mert nagyon rossz állapotban volt. Több kullancsot szedtek ki belőle, és betegeskedett is, az éjjeli fagyokat már nem biztos, hogy túlélte volna. Az állatmenhelyjel felvettem a kapcsolatot telefonon. Ők mondták, hogy most jelen pillanatban sajnos nincs szabad kapacitásuk, hogy be tudják szállítani a kutyust. Hát én teszek rá egy próbát, mondom, hát ha besikerül, csalogassam valahogy az autóba. Felhívtam a főnökeimet, engedélyt adtak rá, hogy a szolgálati gépjárművel vigyem be a kutyust, de egyébként visszajöttem volna ért a sajátommal is, de mondjuk a főnökeimbe is tényleg volt ennyi empátia. Megtalálója pár nappal értesült arról, hogy a menhely elérte a gazdát, aki már régóta hiányolta házi kedvencét. Így Cézár, a vándor Eb végül boldogan térhetett vissza otthonába.